Szeretettel köszöntöm Önöket, köszöntöm a világ minden tájáról, többek között az óceánon túlról résztvevőket is. Én Farkasné Ivett vagyok, mi vagyunk a PPH egyik 10-es szintű igazgatóházas párja. Én Farkas Tibor vagyok, én is szeretettel köszöntöm Önöket. Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy a PPH vezetői közül ma mi lehetünk a házigazdák. Nagyon örülünk, hogy megtiszteltek minket jelenlétükkel. Tegeződve szoktuk tartani a képzéseinket, remélem ez nem bántó senki számára. Nálunk mindenki tegezi egymást kortól nemtől függetlenül. A PPH előtti foglalkozásom gyógyszertári asszisztens volt, mára viszont a PPH tanulói csapat szervezés a fő tevékenységem. Porcsalma településen élünk, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, és családi helyzetem házasságban élünk párommal. A PPH előtti foglalkozásom informatikus volt, mára viszont a PPH tanulói csapatszervezés a fő tevékenységem. A mai képzésünket a legnagyobb tudású és tapasztalatú mestercoach és boldogság specialista, a szervezetünk alapítója és vezetője fogja tartani. Mesterünk 37 éve foglalkozik emberekkel, 33 éve van saját szervezési csapata. 31 éve hozta létre a PPH közösséget. Nagyon érdemes odafigyelni, főleg arra a tanításaira, amit a jövővel kapcsolatban mond, ugyanis azok mindig úgy szoktak bekövetkezni. Az előadónk egy olyan mester, akinek a tudása, képességei és tapasztalatai olyan páratlan kombinációban léteznek, ami egyedülállóvá teszi a bolygónkon. Ha megnézzük, hogy miben egyedülálló, még a mi mesterünk, akkor arra jutunk, hogy az egyetlen személy, akinek a vezetésével 4 különböző területen ért el egy szervezet piacvezető pozíciót úgy, hogy azokból 2 teljesen ellentétes indítatású tevékenység. Mesterünk az egyetlen tanító a Földön, aki az emberek javára egy kalap alá tudta hozni az anyagot és a szellemiséget. Élő emberként ő az, aki élet és emberismeretet, továbbá a mindennapokban használható tudás terén a legtöbb információ átadására képes ma a bolygónkon. Egyedülállóan közvetlen, égi forrásból tanítja az embereket. Neki van a legrészletesebb információja a bolygó szinten legkésőbb 2035-re létrejövő, elnyomásmentes szeretett korszakról, az aranykorról. Mesterünk életküldetése az emberek lelki fejlődésének olyan szintre emelése, hogy képesek legyenek szeretetben, békében és boldogságban élni azért, hogy bekerülhessenek a szeretett korba, az aranykorba. Szeretném megkérni, hogy jöjjön és tartsa meg a mai képzésünket mesterünk, a szervezetünk alapítója és vezetője, Szedlacsik Miklós, mestercoach. Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Remélem mindenki jól hall, jól lát. Szeretném megkérdezni, hogy mennyire vagytok elégedettek a jelenlegi világunkkal? Semennyire? És mi baj van a jelenlegi világgal? Mintha? Kifordult volna magából? Önbizalom hiányosak? Azon kívül mi a baj? Tudatlanság, etikátlanság. Olyan dolgokat akarnak velünk eltetni, ami nem is úgy van. Tehát olyan dolgokat akarnak elhitetni, ami nem is úgy van. Hát igen, itt van például a háború, nem? Ott volt a Covid, ami nem egészen úgy volt. Most itt a háborúval kapcsolatban is nem egészen úgy vannak a dolgok. Tehát nagyon érdekes az egész háború kérdés. Hát ugye a szakembereket meghallgatja az ember, nem a híreket. Tehát a hírekbe össze-vissza írnak mindenfélét, a szakembereket meghallgatja az ember, akkor ugye valahogy mintha úgy tűnne, hogy arra lenne törekvés, hogy
Ukrajna egyre kisebb legyen. Mert ahogy húzzák, halogatják a béketárgyalást, hogy legyen, és nem az oroszok, hanem az ukránok, de hát igazából azt mondanám, hogy az ukránoknak nem engedik, hogy béketárgyalások legyenek, ugye egyre több és nem több területet foglalnak el. Tehát mit tudom, éppen olvastam, hogy valami egy hét alatt valami 47 települést foglaltak el az oroszok. Azokban voltak városok is, falvak is. Szóval szépen haladnak. De egyébként én mondjuk Putyin helyébe én elválasztanám a tengertől Ukrajnát teljes egészében. Milyen tengertől? Hát a Fekete-tengertől természetesen. Úgyhogy nem adnék nekik tengert. Ha már így benne vannak a háborúban, sem már megcsinálnám a helyükbe. De lehet, hogy erre is megy ki a játék. Úgyhogy majd beszéljünk erről egy mondjuk egy fél év múlva, egy év múlva. Amikor már majd kiderül, hogy már nincs is tengerük az ukránoknak. És mondom, szerintem minél jobban húzzák, halogatják. Hát most gondoljátok végig. Na most, ha én például ukrán lennék, akkor én nem nyugatra diszidáltam volna, hanem Oroszországban. Tudod miért? Mert onnan nem adnák vissza Ukrajnába, mint hogy katona legyen. Érted? Esély. Hát persze. Tehát ott az oroszoktól nem követelhetik vissza az ukrán menekülteket. Én mondom, én helyükben oda menekültem volna. És ott legalább biztonságban vannak. Be se vonulhatnak katonának Oroszországban, mert idegen állampolgárok, tudod. Sőt, menekültek, hát a menekülteket nem lehet Ukrajnába bevonni a hadseregbe, tehát ott lennének a legnagyobb biztonságban, gyakorlatilag Oroszországban. Mondom, én az ukránok helyében én ezt csináltam volna. Oda kellene menni. Jó, tehát ez most ugye furcsán hangozhat, mert hát háború van. Hát de már rég vége lett volna a háborúnak, hogyha a nyugat hagyta volna, hogy béketárgyalások legyenek. Az ukránoknak hagyta volna természetesen. Az oroszokkal nem tudok mit csinálni, de az ukránoknak nem hagyta. Tehát már fél év után ugye már véget ért volna a háború, és akkor sokkal kisebb területet foglaltak volna el. Még meg szépen mennek, és szépen egyre nagyobb és nagyobb területet foglalnak el. Előbb-utóbb már csak Kárpátalja marad nekik. Ami azért, hogy azt meg vissza lehet akkor adni nekünk. Ezt ennyi. Ezt onnantól kezdve megszűnt Ukrajna. Úgy sem volt Ukrajna. Sztálin előtt. Sztálin hozta létre Ukrajnát. Sztálin előtt nem volt Ukrajna. Úgyhogy ennyi. De a neve az oroszul Ukrajna, az határvidék azt jelenti. Ez nem egy ország. Tehát gyakorlatilag most gondold végig. Az ukrán menekültek nem tudnak nyugat felé jönni, mert védik a határt. De Oroszország felé nincs határvédelem, nem is volt. Soha. Tudtátok? Tehát Ukrajna és Oroszország között nem volt határvédelem. Konkrétan határ se volt, csak a térképen. Tudtátok? Ennyi, pedig ez így van. Nem volt olyan, hogy orosz-ukrán határ, csak a térképen. Tehát ott szabadon jöttek, mentek az ukránok és az oroszok egymás között. Hát hiszen nagyon-nagyon közeli rokon nép. Oké, és ráadásul ugye Ukrajnában nagyon sok orosz él. Hát ami azt jelenti, hogy simán mehetnek Oroszország felé. Érted? Simán. Meg simán mehettek bármikor Oroszország felé az ukránok. Nem is értem, miért nyugat felé mentek. Miért arra menekültek, miért nem Oroszország felé. Hát jobban jártak volna. Na mindegy. Hát az a baj, hogy sokan nem az én fejemmel gondolkodnak. Szóval, lényeg az, hogy egy érdekes világot élünk, és az emberek nem azt látják, ami a való, hanem egy teljesen más dolgot, amit eléjük raknak. Hát nyilván
erre való a tévé, erre valók a videók, hogy az embereket megetessék mindenféle hülyeséggel, ami nem egészen úgy van. De ez olyan, mint a szeptember 11. 2001-ben. Az sem úgy volt, mint ahogy előadták. Tehát az sem úgy volt. Semmi nem úgy van, ahogy előadták. A szeptember 11, az több dologra kellett annak idején. És az be is teljesítette azt a szerepét. Na szóval, de nem is ez a lényeg. Az már nagyon a múlt. Jelenben vagyunk. És így gyakorlatilag tudjátok, mikor hallottam már először azt, hogy Európát tönkre kell tenni? Már a 90-es évek vége felé. Tehát már akkor volt olyan terv, hogy majd szépen hogy kell tönkre tenni Európát. Első lépése a tönkretevésnek a migráció volt, a második lépése a tönkretevésnek a Covid volt, oké, és a Covid következményei, a harmadik lépés most a háború, oké, attól nem kell félni, hogy világháború lesz. Az minden szakember elmondja, hogy attól nem kell félni. Jó lehet vele ijeszgetni az embereket, ugyanúgy most gondoljátok végig. Jó, azt már én se éltem meg, de a szüleim megélték a hidegháborút, főleg az 50-es, 60-as években. És akkor is mindig azt mondták, avval fenyegették a világot, illetve hát itt nálunk azt hallottunk, nem tudom, hogy a világot fenyegették-e, de itt mindig arról volt szó, hogy jön a harmadik világháború. Tehát ennyi időn keresztül, 20 éven keresztül. Tehát a fiatalok ezt nem tudják. 20 éven keresztül arról szólt a világ, hogy jön a harmadik világháború. Érted is? Jé, és mégse lett. Na, hát az se lesz. Nem bolondok, hogy kirobbantsanak egy harmadik világháborút. Azt csak egy őrült robbanthat ki. Egy őrült, érted? Na most itt nincs egy őrült. Putyin nem fog harmadik világháborút kirobbantani. A nyugat meg nem egy személyes döntés alapján működik. Oké, még az Amerikai Egyesült Államok sem egy személyes döntés alapján működik. Úgyhogy ennyi. Tehát manapság olyan technikák vannak, hogy nem úgy van, mint a második világháborúban, hogy Amerika biztonságban volt. Mert volt köztük egy, ugye a háború és Amerika közt volt egy óceán. Most nem számít, hogy van óceán. Egy pillanat alatt odaér a rakéta. Arról nem is beszélve, hogy ha valaki azt gondolná, hogy nem létezik űrfegyver, akkor óriási tévedésben van. Tehát ami azt jelenti, hogy űrfegyverek már régóta léteznek. Ami azt jelenti, hogy át se kell valaminek kelni az óceánon, mert az űrből ki lehet lőni azt a valamit. Ennyi. Szóval érdekes világot élünk. Nem egészen úgy van ez a világ, ahogy az emberek gondolják. De hát azért... Tehát van egy ilyen mondás, hogy olyan egy népnek a vezetője, amilyen a nép. Na most akkor, olyan az EU-nak a vezetője, amilyen a nép. Olyan az Amerikai Egyesült Államoknak a vezetője, ami egy nép. Most is volt, olvastam egy cikket arról, éppen a minap, hogy most volt ez a partraszállás évforduló. Most a napokban. Még lehet, hogy folyik is. És akkor ott vannak a nyugati országok vezetői, Orbán nincs, de például Biden is ott volt. Ugye az amerikai elnök, az angol, akkor a francia, tehát az angol miniszterelnök, a francia elnök, tehát Macron, mind ott ünnepeltek. És a Biden az majdnem mellé ült a széknek. Tényleg. Akkor közben elbóbiskolt, akkor úgy ébresztették föl. Tehát,
Hát és ugye ez, az volt a cikknek a címe, ugye, hogy ilyen szenilitás jeleit mutatja teljesen a, ez az ember. És akkor meg akarják újból választani Amerika Egyesült Államok elnökének. Szóval, és mondom, ez nem múltbéli, ez mostani friss cikk, ezt tegnap olvasgattam este. Tehát ez a tegnapi napnak a szüleménye volt. Mondom, ilyen az Amerika Egyes a világ legerősebb államának az elnök egy röhely, érted? Tehát, de mondom, amilyen a nép, olyan a vezetője. Ez mindig így van, mindig is így volt. Amilyen a nép, olyan a vezetője. Tehát egy népnek nem kéne jobbá válni, hogy jobb vezetőnk legyen. De mitől válik jobbá egy ember? Hát, nem a hülyeségtől, meg nem a hülyeség befogadásától, meg nem attól válik valaki jobbá, hogy elhisz mindenféle hülyeséget. Nem attól. Hát akkor mitől válik jobbá egy ember? Hát attól, hogy vannak életterületei. Tehát vannak életterületei. És ezek az életterületek, ezek, ha nem jól működnek, akkor azért nem jól működnek, mert valaki tudatlan. Mondhatjuk azt, hogy azon a területen, ami nem jól működik, azon a területen buta. Nem lehet más mondani. De aki tudatlan, az buta. Sőt, ha még durvábban fogalmaznánk, akkor mondhatnánk, hogy hülye, nem? A butaság az a hülyeség. Vagy a hülyeség az a butaság jele. Jó, tehát nem az, tehát nem azzal van baj, hogyha valaki, tehát a hogy is szokták ezt mondani, hogy a, tehát azzal nincs gond, ha az okos hülyeskedik, azzal van benne a baj, hogyha a hülye okoskodik, így. Na hát most sok hülye okoskodik, tudod. És tehát lényeg az, hogy itt vannak ezek a területek, tehát akkor okos, értelmes egy ember, akkor eszes, hogyha ezekkel a területekkel jól bánik. És gyakorlatilag, hát sokan nem bánnak ezekkel a területekkel jól. És ezeknek a területeknek van egy alapja, hát ez a etika. Tisztesség, becsület, erkölcs. Van egy alapja. Tehát ugye akkor jó az embereknek, hogyha a vezetőik azok tisztességesek, becsületesek, erkölcsösek. És ha ez hiányzik, akkor ugye a néppel szemben sem tisztességesek, becsületesek, erkölcsösek. Tehát ugye fontos lenne, hogy az embernek legyen tudása. Tehát itt, amilyen, most ott van az önmagával való bánásmód egy embernél. Hát nem mindegy, hogy valaki zsarnok elnyomóvá válik, a saját tulajdonságaival kapcsolatban olyan, hogy tehát a saját tulajdonságai arra ösztönzik, hogy zsarnok elnyomó legyen, vagy pedig egy olyan ember, aki tisztességes, becsületes, erkölcsös. Hát most gondoljuk végig, hogyha egy vezető, tehát először is ott kezdődik, hogy miért született egy ember. Tehát egy ember arra született, hogy három dolgot teljesítsen az életében. Minél többet tanuljon, annak alapján minél többet tegyen, és a tudását utána, amikor abba a korba ért, ahol már esetlegesen a valamilyen szinten a fizikai aktivitása csökken, akkor tanítson. Tehát ugye ez 3T. Mindenki a 3T-ért született. Tanul, tesz, tanít. Minden ember. Ezért született. Jó? Ennek a születésnek azért ez a célja,
Mert ha ezt a célt valaki teljesíti, akkor a következő életében egy jobb életet fog élni. Oké? Most attól függ, hogy mennyire teljesíti, attól függően lesz mennyire jobb élete. Akár egy olyan jobb élete, hogy nem ebben a földi létbe születik újra. Oké? Na most ezt az embereknek erre halvány lila dóztuk nincs. Tehát az azt jelenti, hogy ugye van ez a három dolog, hogy tanul, tesz, tanít. Akkor ezen belül egy embernek nagyon fontos 9 dolgot kell tudnia. Tudnia kell azt, hogy vezessen embereket. Jól vezessen embereket. Jól tudjon segíteni embereknek. Ez a 2-es. A 3-as, hogy jól tudjon az emberekkel kommunikálni. Kommunikáció azt jelenti, hogy jól tudjon kommunikációt fogadni, és kommunikációt küldeni. A kommunikációnak sok formája van egyébként. Azon kívül fontos, hogy egy ember képes legyen az érzelmein uralkodni, és tudatosan működni. Az is ez a 4-es volt. Az 5-ös, hogy képes legyen pozitívan, optimistán gondolkodni. Mondom, gondolkodni. Azon kívül fontos, hogy képes legyen szeretetet létrehozni maga köré. Tehát szeretetet adni, kapni. Erre képes legyen. Ugye ez volt a 6-os. 7-es, képes legyen céltudatos lenni, és képes legyen a tudását átadva vezetni embereket. Ezt úgy hívják, hogy szellemi vezető. Tehát jó szellemű és a tudása miatt követik. Oké? Ez a 7-es. Ezen kívül képesnek kell lenni egy embernek arra, hogy sikeres legyen, sikert érjen el, karriert érjen el, szenvedélyes legyen. Ezen túlmenően ugye a 9-es, az előző volt a 8-as, 9-es pedig azt jelenti, a 9. terület, hogy ezt a 8 területet mind tudja, és képes arra, hogy amire az embereknek szükségük van, tudás, ezen a 10 területen azt átadja. Oké? Beleértve a 10-et is, természetesen. Szóval, lényeg az, hogy nem olyan egyszerű az élet, mint ahogy az emberek gondolják. Az ember, hogyha ezt meg tudja tenni, akkor akár egy magasabb szintű létformába kerülhet. Azt gondolnád, hogy az ember felett nincs magasabb szintű létforma, akkor nagy tévedésben élsz, mert az odafönti hierarchia az 7 szintből áll. Jó, de az most, hogy mi ez a 7 szint, az most ebből a szempontból lényegtelen. Szóval lényeg az, hogy most gondoljátok végig, hogyha egy ember teszi a dolgát annak alapján, hogy tanul, teszi a dolgát és tanít, és ezekkel a területekkel foglalkozik, meg avval a 9-en, amit elmondtam, akkor ez azt jelenti, hogy igen-igen magas szinten hagyja el ezt a földi létet. És ha valaki magas szinten elhagyja a földi létet, az azt jelenti, hogy beteljesíti a küldetését. A beteljesülés a 7. lelki szint a földi életben. És ugye a legtöbb ember bebizonyosodott, hogy az 1-es lelki szinten éli az életét. Honnan bizonyosodott be? Erre bizonyíték volt a COVID. Hiszen a
túlélésük érdekében a lakosság 70%-a legalább egyszer beoltatta magát itt Magyarországon. Nyilván más országban más arányok voltak. Magyarországon a túlélés lelki szintjén ennek alapján biztosan állítható, hogy a lakosság 70%-a van. Oké, és ez igen messze van a hetedik lelki szinten. Igen messze. Tehát miért lenne fontos, hogy az ember ezeken a lelki szinteken emelkedjen? Mert még a biztonság lelki szintje is egy alacsony szint, és nem ad az embernek boldogságot. Tehát a boldogság, hogy az ember jól érezze magát a saját bőrében, az nem egy egyes-kettes lelki szint. A boldogság az nem egyenlő a szerelemmel. A boldogság az egyenlő a teremtéssel. Mit jelent a teremtés? A teremtés azt jelenti, hogy valamilyen fizikai vagy szellemi dolgot megváltoztatsz. Méghozzá jobbá teszed. Oké? Itt a Földön ez a teremtés. Tehát jobbá teszed. Most az lehet egy anyagból valami, amit jobbá teszel. Vagy lehet egy ember, akit jobbá teszel. Nyilván minél több a teremtés, annál inkább boldogabb az ember. Tehát bizonyára tapasztalta mindenki, hogyha sikerélménye van, mert megteremtett valamit, akkor jól érzi magát. És ha minél több sikerélménye van egy embernek, annál jobban érzi magát. Tehát azok, akik azt gondolják, hogy az a jó érzés, hogy minél többet pihenek, hát minél több pihenés közben igazából az ember nem tud teremteni semmit. Világos ez? Tehát pihenés közben nincs teremtés. Alvás közben sincs. Tehát sokan azt gondolják, hogy az a legfontosabb feladatuk, hogy pihenjenek. Csak ez az a baj ezzel, hogy az alatt nincs teremtés, és nincs sikerélmény. Tehát az embernek a sikerélményt nap mint nap kell létrehozni. Tehát nap mint nap. Na most azért megkérdezném, hogy nektek, akik nem tanultok itt, van-e nap mint nap sikerélményetek? Na most akik itt tanulnak, azoknak sem állítom a többségének, hogy nap mint nap van sikerélménye. De azok, akik intenzíven tevékenykednek itt a PPA keretein belül, azoknak akár nap mint nap lehet sikerélmény. És ha van nap mint nap sikerélmény, akkor az ember jól érzi magát a bőrében. És azért ugye megkérdezném, hogy milyen olyan tevékenységet tudsz, ahol nap mint nap neked lehet akár több sikerélményed is. Tehát ugye még egyszer a sikerélmény az az, amikor megváltoztatsz, jobbá teszel, oké? Újat hozol létre. Az anyagból, vagy szellemi dologból. Oké? Hát ugye mondok példát, mondjuk, hogyha egy ember általad megold egy helyzetet, akkor az, úgy értem, hogy általad, hogy a te tanácsodra megold helyzetet, tehát maga. Tehát az nem baj, vagy nem jó, ha te oldod meg helyette, mert akkor ez nem az ő sikerélménye lesz, hanem a tiéd, nem tudom, világosan. De most gondold végig, te adsz egy olyan tanácsot egy embernek, aminek a hatásáról megoldja a problémáját, a sikerélmény neki, és sikerélmény neked is, mert a te tanácsodra oldotta meg. Világos ez? Na most, azért gondoljátok végig, hogy érnek el az emberek a munkájukban nap mint nap sikerélményt. Ritka. Tehát ritka az olyan munka. Mert a sikerélmény azt jelenti, hogy valamit
befejeztél. Érted? Ha valami nincs befejezve, az még nem sikerélmény. Mert az még egy félkész dolog. Érted? Tehát most mit tudom én, valaki csinál mondjuk egy süteményt, tudom, egy tortát. Érted? Hát addig, míg az nem ehető, és nem kóstolják meg, és nem tudják, hogy jó, addig hiába mondja azt, hogy már megkevertem benne a tésztát. Érted? Hú, de jó, már kész vagyok. Hát nem vagy kész. Hát azzal van kész, hogyha ezt úgy hívják, hogy létrehoztál egy értékes végterméket. Tudod, mi az értékes végtermék? Ami elcserélhető. Érted? Ami elcserélhető. Mindig az az értékes végtermék, ami elcserélhető. Oké? Okay? Tehát, ha te nem kapsz azért cserét, amit adtál, létrehoztál, akkor neked nincs értékes végterméked. Világos? Ha havonta egyszer fizetnek azért, hogy te dolgoztál, akkor havonta egyszer van értékes végterméked. Világos? Tehát ami azt jelenti, hogy egy embernek ugye nap mint nap tudnia kellene, hogy azon a napon mennyi értékes végterm, mennyi értékű, tehát mekkora csereértékű, értelmes vagy értékes végterméket hozott létre. Oké? Okay? Tehát az azt jelenti, hogy most mondok példát, ha mondjuk egy üzletkötő minden nap csinál két üzletet, akkor neki van naponta kétszer értékes végterméke. Még akkor is, hogyha havonta egyszer fogják érte kifizetni. Miért? Mert ő pontosan tudja, hogy az neki mennyit hoz. Érted? Tehát pontosan. Nem hasraütést tudja, hanem pontosan tudja, hogy ez az üzletkötés, itt tudom én 20.200 forintot hozott. Érted? Még akkor is, ha nem aznap kapja meg. Hanem mondjuk hó végén összesen. Tehát a legtöbb ember például mondjuk egy asztalos. Mondjuk dolgozik egy szekrény soron mondjuk két hétig. Nem tudja azt mondani, hogy a mai nap értéke az ennyi forint. Neki majd mikor készen van a bútor, és kifizetik, akkor tudja, hogy mennyit. Nyilván előre megállapodtak, stb. Vagy ha nem állapodtak, lehet, hogy több is többbe került, mint amiben megállapodtak. De mondjuk manapság ez úgy van, hogyha valamit az ember épít, akkor az tuti többbe kerül, sose annyi van, mint amennyit gondol az ember. Jó, tehát lényeg az, hogy ott nincs napi szinten értékes végtermék, érted? Tehát nem sok olyan terület van a Földön, ahol napi szinten értékes végtermék. Például itt van egy boltos, a boltosnak van, mert elad egy terméket, azért megkapja az árát, érted? Csak az a baj, hogy az emberek olyan hangulatban élnek, hogy nem értékelik az eredményeket. Mondok példát, voltunk fagyizni csoportosan, hányan voltunk fagyizni? 15-en voltunk fagyizni, és egy olyan fagyizóban voltunk, ahol 40 éve létesítették azt a fagylaltozót, és egy család birtokában van, 40 éve, érted? És ott volt az öreg, ő mérte a fagyit, a tulaj. És utána figyelte, hogy kinek hogyan ízlik az ő fagyja. És lehetett látni, hogy élvezi, hogy látja, hogy ízlik a fagyja másoknak. Na ez a sikerélmény, nem tudom, világos-e. Ez a sikerélmény. Tehát vannak ilyen tevékenységek, csak az a baj, hogy sok vállalkozásban nincs, például az asztalosnak csak akkor van, mikor kész, egy házaépítőnek is akkor van, mikor kész,
De mondjuk a kereskedelemben sok olyan lehetőség van, ahol azonnal, de akkor, hogyha az ő a tulajdonos és ő az árus. Érted? Mert hogyha nem ő az árus, hanem alkalmazottai árusítanak, akkor ő ezt nem látja. Oké? Nem látja, hogy mit tudom én, ennyit kapott a bevételből. Mert ugye majd összegezve lesz a nap végén, és lehet, hogy a nap végén sem látja. Na szóval nem is ez a lényeg, hanem ugye olyan tevékenységet kellene folytatni, ahol az embernek sikerélménye van. Mert a sikerélmény az, ami boldogságot ad. Oké? És a sikerélményt elsősorban a teremtés hozza létre. Tehát nem az élvezet az nem sikerélmény. A teremtésből származó öröm a sikerélmény. Világos ez? És az a baj, hogy ezeken a szinteken, túlélés biztonság szintjén nincs teremtés. Nincsen. Ott nincs teremtés. Akik ezen a szinten működnek, ott nincs teremtés. Na nézzük tovább. Van a valahova tartozás, ugye a harmadik lelki szint volt. Az egy olyan szint, ami, ha visszamegyünk ide, akkor látjátok, hogy három jól elkülönített részből áll, ugye ez a hét lelki szint. Van az 1-es, 2-es, a 3-as, 4-es, 5-ös, és a 6-os, 7-es. Tehát az 1-es, 2-es, az a totál anyag szintje. Teljesen anyagszint. Tehát ott egy embernél minden az anyag körül forog, a legtöbb 1-es, 2-es lelki szinten működő ember még azt se tudja, hogy létezik olyan, hogy szellemiség, létezik olyan, hogy lélek például, lehet, hogy hallott róla, mert a szavamban megjelenik, de azt se tudja igazából, az hogy működik, mi az. Mi az értelme neki? Érted? Nem tudja. Tehát mert beleveszett az anyagba. Tehát szó szerint. De azért jó lenne, az ember tudná, minden ember tudná a bolygón, hogy az anyagot a szellemiség teremtette. Nem más. Oké? Az azt jelenti, hogy egy igen magas intelligencia méghozzá lélek alapon működő intelligencia hozta létre a világegyetemben az összes anyagot. Azért ebben tisztában kellene lenni. Tehát minden anyag, ami létezik, azt egy magasabb szintű intelligencia hozta létre. Oké? Itt a Földön is az emberek létrehoznak dolgokat, most is műszaki dolgokon keresztül megy az élő adást, azt is létrehozták magasabb intelligenciával rendelkező értelmi lények, érted? Tehát nem állatok hozták létre, hanem emberek, oké? És az embernél van még magasabb intelligenciával rendelkező lények, akik képesek voltak arra, hogy mondjuk az egész világegyetemet létrehozzák. Érted? Beleértve az összes napot, az összes bolygóval, és az összes anyaggal. Oké? Ha valaki azt gondolja, hogy az ősrobbanás hozta létre, és a robbanás hatására, tehát te láttál már robbanást? Ha más nem filmből, nem? Filmből láttál robbanást, és azt látod, hogy a robbanás után minden szabályos területen oszlik el, és minden szabályosan oszlik el. Érted? Tehát volt a világegyetemben egy ősrobbanás, és utána minden naprendszer szabályosan kering, minden bolygó a naprendszereken belül szabályosan kering. Az ősrobbanás következtében, aki ezt elhiszi, hogy ősrobbanás, az egy hód, hülye, buta, tudatlan ember.
Oké? Hol látni egy robbanáskor szabályosságot? Egy robbanásnál egyetlen dolgot, egyetlen dolog biztos. Az összebiztosság. Érted? Ott szabályosság nulla van. Nulla. Nem nulla egész akármennyi, nulla. Érted? Nincs szabályosság. A szabályosság akkor van, ha értelem, értelmes lények létrehozzák a szabályosságot. Világos? Mutass a természetben valami szabályosságot. Nincs ilyen. A természet nem tud szabályosságot létrehozni. Egy robbanás nem hoz létre szabályosságot. Oké? Okay? Ha szabályosságról van szó, azt mérnöki precizitásnak hívják. Érted? Ezt úgy hívják. Tehát mondhatjuk azt, hogy mérnöki pontossággal hozzák létre. A mérnöki pontosságot nem véletlenül így fejezik ki. Oké? Okay? És nem azt mondják, hogy na robbanás pontossága. Érted? A robbanásnak nincs pontossága. Az kiszámíthatatlan, hogy egy robbanás az hogy fog alakulni. Teljesen kiszámíthatatlan. Jó? Tehát előre sose tudják, hogy a robbanásnál mondjuk a szilánkok azok merre fognak menni, és milyen ívet fognak leírni, stb. Nem tudják. Jó? Tehát az a kiszámíthatatlan. Szóval, és gondoljátok végig, hogy, és az emberek elhiszik ezt a sok sületlenséget, hogy mit tudom én, volt egy ősrobbanás. Hogy? Tehát egyetlen egy dolog, ha végig gondolja az ember, hogy ott keringenek a bolygók. Például a Föld körül ott kering a Hold. És akkor gondold végig, a keringésnek van egy centrifugális ereje, centripetális gyorsulás. Ugye? Az azt jelenti, hogy ha forgatsz valamit, az akar kifelé menni. De a Földnek van egy tömegvonzása. És pontosan úgy olyan sebességgel forog a Hold a Föld körül, hogy a tömegvonzás nem szippantja magához a Holdat, de nem is távolodik el a Földtől. És ez így van hosszú-hosszú idő óta, érted? És minden bolygónál ez így van. És a nap körül is pont így van. Na ez hogy történhet egy ősrobbanással? Tehát ott van a, vannak ezek a tudott készülékek, mágneses készülékek, hogy meglököd, és akkor sokáig valami idomba így mozog. Tudod? Ilyen van, amiben még elem is van, mert akkor tud sokáig mozogni. Na most, hát az ember még nem tudta azt megcsinálni, hogy szabályosan, mit tudom én, van egy mágnes, és szabályosan pörögjön körülötte valami, úgyhogy nincs összeköttetésbe magával a mágnessel, és ne távolodjon el tőle, érted? És ne szippantsa be a mágnest. Vagy a mágnes azt az anyagot, azt a tudom én, vasat. Érted? Nem tudta megcsinálni. Tehát ami azt jelenti, hogy ezt megcsinálták, hogy a Hold és egyéb bolygók meg a Föld a nap körül tudjanak keringeni úgy, hogy ne szippantsák be a nagyobb a kisebbet, vagy ne menjen el a kisebb a fenébe. Hát ez mérnöki precizitás. Be kellett állítani arra a sebességre, a forgás, érted? Hogy az így működjön. És beállították. És ha valaki ezt nem így gondolja, az hülye. Ennyi. Érted? Tehát ez magától ilyen nem tud létrejönni. Mondom, avval az intelligenciával, ami nekünk van, nem tudunk csinálni egy olyan készüléket, hogy van egy mágnes,
mondjuk az a Föld, és akkor olyan sebessége pörges körülötte egy vasdarabot, érted? Hogy az ne szálljon el, vagy ne szippantsa be a mágnes. És szabadon pörögjön körülötte, úgyhogy nincs összeköttetésben a két dolog egymással. Érted? Nem tudjuk megcsinálni. Tehát akkor valószínűleg sokkal értelmesebb lények csinálták meg azt, hogy a bolygók tudjanak körül keringeni a nap körül, és a holdak meg a bolygók körül. Jó? Szóval, de hát az emberek olyan tudatlanak, hogy mindent meg lehet velük etetni, mindenféle baromságot. Jó? Szóval, lényeg az, hogy ugye van egy valahova tartozás lelki szintje, ami már egy magasabb szint, mert ott már bejön a szellemiség, ott már nem csak az anyaga domináns, tehát úgy működik, hogy ugye a két alsó szinten említettem, hogy csak az anyag, a harmadik lelki szinten már megjelenik a szellemiség, és minél feljebb megyünk, annál inkább megjelenik a szellemiség. És miért mondtam el ugye ezt a bolygós történetet? Hát nagyon egyszerű, mert az azt jelenti, hogyha az hogy a szellemiség hozta létre a világegyetemben az életet, mindent. Tehát, hogyha az ember szellemileg emelkedik, akkor anyagot képes teremteni. Világos? Minél magasabb szellemi szinten van, annál inkább képes a teremtésre. Oké? Okay? Tehát az emberek fordítva gondolkodnak. Azt hiszik, hogy csak fizikai dolgokkal lehet teremteni. Tehát a szellemi dolgok teremtése azt jelenti, hogy kigondolsz, kitalálsz valamit, te találsz ki, érted? És az elcserélhető legyen, amit kitalálsz. És ha kitalálsz dolgokat, olyat, ami elcserélhető, akkor onnantól kezdve a gondolataiddal megteremtettél dolgot, ami cseréértéket képvisel, és mások cserét adnak érte. És onnantól kezdve sokkal könnyebben éled az életedet, érted? Tehát most mondok példát. Nálunk a tanulók lehetőséget kapnak arra, hogy hozzanak tanulókat. Oké? Csak tanulók hozhatnak tanulókat. Erre minden tanulónak lehetősége van. Azért, hogy ez megvalósuljon, úgy van kialakítva a rendszer, hogy jelenleg 76%-a a bevételeinknek jutalékban kifizetésre kerül. Honnan vannak a bevételeink? A bevételeink, a cégnek a bevételei onnan vannak, hogy a tanulók azért, hogy azon a 10 területen tudjanak boldogulni, kapnak képzéseket. A képzések pedig nem díjmentesek. De nagyon megfizethető áron vannak. Ami azt jelenti, hogy óránként az első hónapban egy óra képzés, az 660 forint. 30 óra képzésünk van egyébként egy hónapban. Nem óradíjat fizetnek az emberek, hanem havidíjat, ami lehet egyszer akár több havidíj is. Lényeg az, hogy második hónaptól még akciósabb ez a tandíj, ez 420 forint óránként. Ja, és akkor ki lehet úgy kalkulálni, hogy körülbelül majd mennyi, egyébként majd a házigazdák elmondják a végét. Szóval lényeg az, hogy a képzéseink értéke havonta, ez erről is lesz szó, a házigazdák erről is fognak beszélni, 200 ezer forint. Tehát 200 ezer forint értéket kapsz az első hónapban, 19.700 forintért, ez úgy gondolom nagyon akciós, a második hónaptól pedig 200 ezer forintos értéket kapsz, 12.500 forintért. Érted? Tehát, hogyha ez neked
sok vagy drága, akkor tanulj ott, ahol akarsz. Világos? Akkor nem szeretnénk, hogy itt tanulj, még véletlenül sem szeretnénk, hogy itt tanulj. Mert te egy olyan ember vagy, aki ingyen akar kapni bármit az életében, azt meg úgy hívják, hogy tisztességtelen, becstelen ember. Maradjunk ennyibe. Jó? Úgyhogy mi azokkal az emberekkel akarunk együttműködni, tanítani őket, akik tisztességesek, és a tudásért cserét adnak. Mindössze ezt a cserét. Ha valaki ezt sokalja, menjen oda, hova akar tanulni. Világos ez? Jó? A Földön úgyse találsz ilyen tudást ennyiért. Kereshetsz nyugodtan, nem fogsz találni. Mit jelent a tudás? A tudás azt jelenti, hogy módszerek. Nem az a tudás, amit a díjmentesben hallasz. Azok csak információk. Oké? A tudás az módszerek. Az összes olyan életterületedre, amin működsz. Azért, hogy képes legyél, nem hogy csak megoldani a problémáidat, hanem megelőzni a problémáidat. Világos? Tehát megelőzni a problémáidat. Az az okos ember, aki képes a problémákat megelőzni. Oké? Jó? Tehát az sokkal okosabb, mint az, aki csak megoldja a problémáit. Mert ugye mindennél az a jó, a prevenció, a megelőzés, mindennél. Tehát mindennél az a jó. Hogyha az ember úgy tud működni, hogy a rosszat megelőzze. Világos ez? Egy párkapcsolatnak is úgy kellene működni mindenkinél, hogy képes legyen arra, hogy ne utólag oldja meg a problémáit, hanem megelőzze a párkapcsolati problémáit. Világos ez? Jó, tehát ugye a valahova tartozás szintje az már olyan szint, ahol elkezdődik, menjünk ide vissza, elkezdődik az, hogy az ember hisz. Azért kerül be egy pozitív közösségbe, mert hisz azoknak az embereknek, akik abban a közösségben már vannak. Oké? A hit, próbáld már megfogni a hitet. A hit az nem anyag. A hit már a szellemiség. Világos? Próbáld már egy gondolatot megfogni. Mert azt mondják az emberek, ha hiszem, ha látom. Jaj, te olyan agymen vagy, hogy te látod a gondolatokat. Hú, de jó neked! Sőt, látod a hitedet, meg a mások hitét. Hú, de fantasztikus neked! Oké? Tehát, hogy tiszta és világos legyen. A szellemiség az nem az anyag. A szellemiség a gondolkodáshoz, a gondolatokhoz kötődnek. Világos? Jó? És itt már megjelenik a valahova tartozásnál a hit. Oké? És a hit egy gondolkodás következménye. Ha valaki útra buta, az nem tud hinni. Az nem tud hinni. Világos? Mert képtelen a gondolkodásra. Azt tud gondolkodni, nem, azt tud hinni, aki tud gondolkodni. Világos? Jó, maradjunk ennyiben. Következő elismerés lelki szintje. Az jut föl, aki képes teremteni. Tehát itt már elindul a teremtés. Oké? Mi a teremtés még egyszer? Megváltoztat. Anyagot, vagy szellemet. Tehát mit mondtam, nem szellem is, mit változtat meg? Anyagot és
Szellemi dolgot, nem? Azt mondtam. Ja, igen, már megvan. Szellemi dolgot. Igen. Anyagot és szellemi dolgot változtatnak. Tehát fizikai dolgot, illetve szellemi dolgot változtatnak. Jó? Na szóval, tanulja és gyakorolja az együttműködést az emberekkel. És hát, bizony ezek saját csapat nélkül nem érhetők el. Tehát nem érhető el az, hogy rendszeres ellen elismerést kap és ad. Nem érhető el, hogy gyakorolja az együttműködést. Hogy lehet gyakorolni az együttműködést, meg hogy lehet elismerést kapni, adni emberek nélkül? Hogy? Hát van, aki szeret a kutyájától elismerést kapni. Basszuskus, te ezen a alacsony szinten működsz. Érted? Ezt tudom mondani. Hogy nem egy emberek, nem embertől, emberektől vársz elismerést, hanem egy nyomvad kutyától. Érted? Ez borzalmas alacsony szint. Oké? Okay? Borzalmas alacsony szint. Csak hogy tisztában legyél ezzel. És lehet, hogy most megsértődtél. Tudod mit? Te bajod, nem az enyém. Önmegvalósítás lelki szintje, ugye az ötös, de itt volt egy négyes is. Ja, azon már voltunk, igen. Ötös. Aki képes teremteni, az embereknek át tudja adni a tudását. Hoppá, itt már bejön, emlékeztek? Tanul, teszi a dolgát, és továbbadja. Oké? Okay? Magasabb szinten tanulja és gyakorolja az együttműködést az emberekkel. Hát ez is hogy érhető el csapat nélkül? Sehogy. Hatodik küldetés lelki szintet az éri el, aki képes teremteni és az emberekkel szeretetben, békében együttműködni. Saját csapat nélkül ez sem érhető el. Ide kellene feljutni, erre a hatodik lelki szintre, legkésőbb 2035-re. Mert ha nem jutsz be, nem jutsz föl a hatodik lelki szintre, ezen a bolygón nem élhetsz tovább. Tényleg. Tehát vagy teszel azért, hogy a hatodik lelki szintre fölkerülj, vagy nem élhetsz tovább. A teremtőd, mert mindenkinek van, sajátja. Ha a teremtőd úgy látja, hogy esélyed nincs arra, hogy a hatodik lelki szintre felkerülj, 2035-ig, úgy kivonnak az élők sorából, mint a pinty. Oké? Okay? Úgyhogy kicsit össze kéne magadat szedni. Na most, azért szeretném elmondani, mert hogyha netántán azt mondanád, hogy ki ez a szedlacsik, aki ilyeneket mond. Én szeretném mondani, hogy az előző életemben a Sirius B bolygón tanítottam felsőbb rendű lényeket. Jó? Nem embereket, hanem az emberhez képest felsőbbrendű lényeket. Jó? Attól, hogy te nem tudod, honnan jöttél, az a te bajod. Maradjunk ennyibe. Jó, és utána, 2035-től pedig, hát el kellene érni a beteljesülést, tehát, hogy beteljesítsd a küldetésedet, amiről az első részben beszéltem. Az elején. Ugye az juthat föl, aki képes teremteni, és feltétel nélkül szeretetben, békében együttműködni az emberekkel. Saját csapat nélkül nem érhető el. Természetesen. Na most, és akkor végig gondolhatod, vagy lehet már végig is gondoltad, de hát hogy lehet ezeket megvalósítani? Tehát itt minden feltétel adott rá, hogy ez bárki képes legyen megvalósítani. Tehát minden feltétel. Jó? Elhangzott a házigazdáinktól, hogy
hogy ugye rólam egy-két dolgot mondtak. Azért, mit tudom én, kettő bár összecseng, de azért hagyd mondjak én is egy-két dolgot magamról. 84 óta vagyok házas, két felnőtt fiunk van. 87 óta foglalkozom emberekkel, 91 óta van saját szervezési csapatom, 93 óta van saját cégem és vezetek, tanítok embereket. Azóta egyébként 14 cég alapításban vettem részt, vagy 17, nem, most már összekeverem. Vettem részt tulajdonosként. 94 óta 4 különböző területen lettünk piacvezetők a vezetésemmel, jelenlegi tevékenységünkben is azok vagyunk. Tehát én kaptam egy küldetést, küldetés megvalósításához képességeket, hogy mindenki lelki fejlődését elősegítsem olyan módon, hogy közvetlen fenti forrásból az emberiség számára olyan tudást és képességeket adjak át, amelyek által az emberek képesekké válnak szeretett korba, azaz az aranykorba bejutni. Azaz szeretetben, békében és boldogságban élni. És ennek a küldetésnek a megvalósításához kaptam egyedülálló különleges képességeket. És ennek a küldetésnek én mindent alárendeltem. Hát mindent alárendeltem. Szóval, ha te azt gondolod, hogy épp itt az ideje, hogy fejlődj, akkor várunk szeretettel. Ha halogatni akarsz, akkor az a te bajod lesz, meg fogod látni. Mert az idő fogy, és egyre kevesebb lesz az esélyed arra, hogy eljuss arra a lelki szintre, amit hatos lelki szintnek mondunk, ami annyit jelentene, hogy az aranykor beköszönte előtt, 2035 előtt elért azt a hatodik lelki szintet, amit simán meg lehet csinálni a segítségünkkel természetesen. Köszönöm szépen a figyelmeteket, szeretlek benneteket, visszaadom a szót a házigazdáinknak. Sziasztok! Köszönöm szépen! Szeretném megköszönni vezetőnknek, Szatacsik Miklós mesterkócsnak ezt a rendkívül érdekes és értékes képzést. Életem egyik legjobb döntése volt, hogy csatlakoztam a PPH-hoz. Azóta ugye az életemben több jelentősebb pozitív változás is történt. Régebben inkább egy zárkozottabb ember voltam, ezért gyakran szerettem magamban lenni. Ma már sokkal inkább keresem az emberek társaságát, és azt tapasztaltam, hogy mások is szívesen keresik az én társaságomat, és szeretnek engem. Ez pedig számomra egy óriási dolog, és egy hihetetlenül jó érzés. Aztán ugye a párkapcsolatunk rengeteget javult az elmúlt években, hála a mesterünknek a tanításainak és segítségének. Ugye mi onnan indultunk annak idején, hogy hát többször szét akartunk menni. Ma már teljesen más a helyzet, ugyanis vannak értelmes közös céljaink, és egyre jobban érezzük magunkat egymás ugye társaságában, és jobban tudunk együttműködni is egymással. Ugye miért van ez? Mert sokkal jobban értjük egymásnak a működését. Aztán például ugye önbizalom terén. Az önbizalmam ugye több területen is ugye eléggé kevés volt, kicsi volt. Ha például bele kellett kezdenem valami új dologba, azt korábban az egómmal igyekeztem ösztönösen pótolni. És természetesen ez csak problémákhoz vezetett. Mostanra sikerült több önbizalomra szert tennem, ezért bátrabban belemerek kezdeni új dolgokba, és sikerre tudom vinni. És ahogy tapasztalom, mint a legtöbb embernek, nekem is a legnagyobb gondom korábban az volt, hogy nem tudtam azt, hogy mit nem tudok. Tudom, hogy ez egy kicsit furán hangzik,
A lényeg, hogy fogalmam sem volt az ember, az élet és a világ valódi hiteles forrásból származó működéséről. Ugye miért? Hát mert ezek jó része ugye emberek elől eltitkolt tudás. Ezért nagyon kevés helyen tanítják a Földön. Itt nálunk a PPH-nál ez tanítva van egy helyen, minden és messze a legkedvező feltételekkel. A lényeg, hogy az ilyen hiányosságokat is ösztönösen egóból igyekeztem idézőjelben megoldani. Pont mint a legtöbb ember ma a világban. Viszont rájöttem arra, hogy ez egy hatalmas zsákutca, amiből nem lehet jól kijönni. A mesterünk Szepecsik Miklós tanításai, rávezetései által rengeteg felismerésem lett, és ma már sokkal jobban értem a saját és mások, tehát saját magam és mások életében felmerülő élethelyzetek mögötti ok-okozati összefüggéseket. Ez pedig óriási nyugalmat és egy fantasztikusan jó érzést jelent a számomra. És végül megtanultam, hogyan lehet az embereken a lehető legjobban segíteni. Mióta ezt alkalmazom, egyre több ember szeret, elismer, és hálásak azért, amit teszek értük. Számomra ez is egy elképesztően jó érzés és óriás dolog, ami korábban nem volt meg egyáltalán. Nekem is életem legjobb döntése volt, mikor a PPH-hoz csatlakoztunk, mert azóta szépen fokozatosan változott egyre jobb irányba az életünk, és nagyon sokat gondolkozok azon, hogy mi lett volna, ha mi nem vagyunk most itt, nem tartozunk ehhez a nagyszerű közösséghez, és nincs egy ilyen csodálatos vezetőnk, mint a Szedlacsik Miklós mester, aki azon fáradozik, hogy egyre jobb életünk legyen az életünk mind a 10 életterületén, és nem csak nekünk, hanem itt nagyon sokunknak a szervezetnél. És most Olaszországban vagyunk, a külföldi vezetőképzőnkön, ami egy akkora csoda a számomra, hogy én ilyen csodálatos emberekkel itt lehetek. És én kiérdemeltem ezt, hogy én is méltó vagyok egy ilyen feladatra, és rengeteg biztatást, segítséget kapunk, rengeteg háttértámogatást a mesterünktől, és még pár évvel ezelőtt el nem tudtam volna képzelni, hogy nekünk ilyen életünk lesz valaha. És most és azon gondolkoztam, ma feküdtünk a tengerparton, napoztunk, hogy úristen, vissza kell megint hazamenni egy pár nap múlva abba a környezetbe, ahonnan eljöttünk. És, de valahol ez úgy motivál is arra, hogy de igen, akkor is, ha nem értik a környezetembe az emberek, hogy mi mit teszünk, vagy miért tesszük, még nem értik, akkor is küzdeni kell, és segíteni nekik is, hogy minél többen el tudják érni ezt az életükben, amit mi elértünk, és fokozatosan érünk el különböző lépcsőfokokat. Nagyon, nagyon rossz hangulatban vannak az emberek, a mi környezetünkben is. Rengeteg az érdek, és nem azt mutatják az emberek, amit valójában gondolnak. És én szoktam mondani, hogyha mindenki úgy szeretné egymást, mint ahogyan a Facebookon, a sok szívecskével, a sok öleléssel, a sok lájkokkal, akkor itt már aranykor lenne. Csak az a helyzet, hogy az a Facebook egy nagy színészkedés, hogy annyira szereti ott mindenki egymást. Ez jó lenne, ha valójában is, a valóságban is így lenne. Ezért is dolgozunk. De ezért dolgozunk, ezért vagyunk, hogy nem csak a saját életfeladatunkat, életcélunkat beteljesítsük, hanem ehhez hozzásegítsünk minél több embert.
És nem hiszem, hogy ha valaki ezt megtapasztalja, amit már mi, hogy erre azt mondaná, hogy nem, én köszönöm, én ezt nem folytatom, nem kérem tovább. De viszont, ha el sem kezdi valaki, akkor meg tényleg semmi esélye nincs, hogy lássa azt, megtapasztalja azt, hogy mi ez, amit mi végzünk. És igazából nem nagy dolgok ezek, csak azt az életet éljük, amiért leszülettünk, amit minden embernek élnie kellene. Mi csak azt tanuljuk, azt tanítjuk, hogy hogyan bánjunk egymással minél jobban. Hogyan bánjunk a párunkkal, a gyermekeinkkel, a szüleinkkel, stb. Különböző szervezetekkel. És ezt tényleg ki az, aki ezt nem szeretné, hogy egymással jobban bánjon, vagy hogy ő is szerethetőbb legyen, vagy ő is jobban szeressen embereket. Hát ezt csináljuk mi, ez a mi dolgunk. És mi nagyon boldogok lennénk, hogyha minél több ember ráébredne arra, és elgondolkozna egy kicsit ezeken a dolgokon, amiket a mesterünk most nagyon szépen levezetett itt nekünk az előadásban. És végighallgatná újra és újra, míg nem ér el oda, hogy igen, ez tényleg valójában miért is vagyunk mi itt, vagy mi is a mi feladatunk itt a Földön. És ha ezt biztos, hogy előbb-utóbb, lehet, hogy először még nem fogja érteni pontosan, hogy mit miért, vagy mi hogy történik, de ahogy egyre telik az idő, és képzi magát az ember, tanul, úgy szépen majd jönnek a felismerések, és az a sok meg nem értett dolog, ami még ott kavarog a fejünkben. Velünk is így volt. Mi sem tudtuk még az elején, hogy ennyi sok dolgunk van saját magunkkal. Rengeteg gátat ledöntöttünk már magunkban, de még mindig nagyon sok van. Az a sok negatív tapasztalat, az a sok negatív dolog, ami ért minket születésünktől kezdve, azt nem is gondolná az ember, hogy az milyen dolgokat tesz benne. Milyen kimenetei lesznek ezeknek a dolgoknak, amiket megéltünk, ez a sok rossz beidegződés. És mikor ezek szépen kezdenek majd úgy eltűnni, úgy feloldódni, megértődni, akkor tisztul úgy bennünk egyre jobban ki a kép, hogy kik is vagyunk mi, vagy miért is vagyunk mi itt. És én nagyon-nagyon buzdítok rá mindenkit, hogy lépjen rá arra az útra, amiért ő itt van ezen a Földön, Föld nevű bolygón, amiért őt ide leküldték odafentről. Ha hiszi ezt valaki még, ha nem, akkor is így van. És mint a mesterünk is elmondta, valójában 200 ezer forintot ér a képzés, egy havi képzés, de mindig elmondjuk, hogy ez nem is mérhető összegben azok a dolgok, amiket itt megtapasztalunk, amit itt tanulunk. Mert az csak egy anyag, az a pénzösszeg. De az anyag az semmiség ahhoz a szellemi dologhoz, szellemi fejlődéshez, amin itt keresztül megyünk. De mivel még anyagi világban élünk, ezért ugye egy csere így meg kell, hogy legyen. És így, de így is 19.700 forint az első havidíj, a második hónaptól 12.500 forint, ami tényleg egy csekély összeg. A mai világban ez apró pénznek mondható már. És csak azt tudom mondani, hogy gyere közénk, és várunk nagyon sok szeretettel.
és kezd el megismerni önmagad. Köszönöm. Akik kitartóan itt tanulnak, mindenki arról számol be, hogy jelentősen jobbá vált az élete. Azt javaslom neked is, hogy ne halogass, kezd el a Nyílt Akadémiánál a tanulást most, és biztos, hogy te sem fogod megbánni. Minden szerdán és vasárnap este havonta átlagosan 30 óra képzésünk van. Havi 200 ezer forint értékben kapsz mindennapokban használható ember és életjobbító képzést, de most akciósan mindössze 19.700 forintért. Sőt, a második hónaptól csak 12.500 forintért. Ráadásul most ingyen kapsz egy szabad életet eredményező, jövedelem szerző lehetőséget is. Ha megteheted, próbáld ki 3 hónapra a tudást, a 3 hónap most csak 44.700 forint. Amennyiben szimpatikusnak tűnik számodra az ajánlatunk, a személyes részvételed esetén most egyszer betekinthetsz a szünet után következő coach képzésünkbe. A szünet után egészségteremtő 2 coach képzésünk lesz, amelyen ha szeretnél részt venni, akkor várunk szeretettel. Ha úgy látod, hogy nem érdekel az ajánlatunk, örülünk, hogy részvételeddel megtiszteltél minket, és akkor elköszönünk tőled. Minden hónapban van egy szemináriumunk. Ez a szeminárium egy hét múlva lesz, jövő hét vasárnap, és még e hónap végén, 30-án, az is egy vasárnap lesz, Porcsalmán, ugye Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, a településen, ahol élünk, lesz a mi mesterünk, aznap onnan fogja tartani a képzést, és ha valaki esetleg a környékről hallgat minket, néz minket, akkor nagyon sok szeretettel várjuk, és ott személyesen is megismerkedhet a mesterrel. Köszönöm, ennyit szerettem volna még, és most pedig 30 perc szünet következik. Köszönöm.